2010-re jelentősen szétestek az indulók. Azt hiszem, hogy én ott ábrándultam ki a politikából, ez megint megtévesztő lehet, hogy itt mégis beszélgetek veletek időnként róla. Készült az MDF jelöltjeiből, országos jelöltjeiből egy összeállítás a YouTube-on, ami nem kétséges, hogy egy rossz indulatú vagy lejárató összeállítás, na de hát az a hozott anyag, amiből készült, azok mégiscsak az MDF országos indulói voltak. Valószínűleg ennél jóval többen voltak, ugye hány jelöltet kell állítani országosan. Ehhez képest ebben a 11 perces videóban, amit a YouTube-on találtunk, nincs több 25 embernél. Valószínűleg sikerült a szegények közül a legszerencsétlenebbeket összeszedni. Mi most ahelyett, hogy a 2010-es hivatalos MDF kampányfilmekkel foglalkoznak, ezzel fogunk foglalkozni. Ugyanakkor menteném magam abból, hogy ez egy rossz indulatú film, mert az a forgatott anyag, azt az MDF dobta össze. Nyilvánvalóan volt valamilyen választmányi, vagy ilyen, tudod, ilyen ülésük, ahová praktikusan, ha már úgyis az ország minden területéről megérkeztek az ottani körzeti jelöltek, akkor mindenkire jut 30 másodperc egy fotófal előtt, gyorsan mondja el, hogy miért támogassuk majd mi Bokros Lajost és az ő MDF-jét abban az évben, és hát szinte senki ebből a válogatásból nem készült egy értelmes mondattal, vagy nem készült a lámpalázzal kapcsolatos problémáinak a leküzdésével, amin, hát nem tudom, hogy szép dolog-e nevetni, de azt gondolom, hogy ezen rajtam többet segít ez a mulatozás most, mint az, hogy eljátszom, hogy ezt nem illik csinálni. Muszka Kálmánné, Garambölgyi Erzsébet vagyok, a Békés megyei 6-os számú választókerület képviselőjelöltje. Családban élek, férjemmel együtt, 2 gyermekem van, 4 unokám. Nagyon szeretek táncolni, nagyon szeretek olvasni, ilyen hobbiaim vannak, és emellett még az, hogy az embereket segítsem. Én a választáson azért szeretnék elindulni, hogy szeretném segíteni a nyugdíjasokat, azokat a nyugdíjasokat, akik most rettentő nagy hátrányos helyzetbe kerültek. Szeretném segíteni a betegeket, akik szintén a mostani új mostani változtatás alkalmával hátrányosabb helyzetbe kerültek. Itt gondolok a fogyatékos gyermekekre, a fogyatékos felnőttekre. Kérem, hogy támogassák Bokros Lajost, és ezzel támogassanak engem, és akkor én is önöket támogatom. Aj, szegény, drága szívem, szeret táncolni. És ezt fontosnak érezte, hogy elmondja, hogy ő szeret táncolni, és eljárnak a férjével. Olvasni is szeret, illetve az embereken segíteni, tehát ő a hobbiai körébe ezek a dolgok tartoznak, és ezt nem nehéz észrevenni, hogy a politikai pálya ebből csak egyet érint, az embereken való segítséget, amennyiben a bizalmunkkal kitüntetjük a tisztelt hölgyet. Nekem az a meglátásom, hogy nem csak ő, többen ebben az összeállításban összekeverték a Tinder profiljukat a kampányszövegükkel. Tehát, ki a túrót érdekel, hogy szeret-e táncolni, vagy én egy táncolás hobbiú emberre szavaznék, és megvárom, amíg valamelyikük azt mondja, és azt mondom, na most meg tudom különböztetni, hogy ő az én emberem. Ettől már csak egyetlen lépés az, hogy legyen tánc. De az ne ő csak táncoljon, azt is érném viszont. Mi szeretnénk táncolni, ne a néni csinálja. Hát ugye a 2010-es önkormányzati választáson hangzott el talán, hogy a legyen tánc üzenete. Egyébként önmagában nekem szimpatikus a néninek az üzenete és a szociális érzékenysége, miszerint ugye a betegekkel, valamint az idősekkel, tehát a hátrányos helyzetűekkel szeretne foglalkozni, csak akkor nem értem, mit keres egy olyan pártban, amelynek a listavezetője Bokros Lajos volt 2010-ben, aki nem a szociális érzékenységéről volt híres. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a probléma nem az, hogy ilyen felvételek elkészülnek, hanem hogy ezek nyilvánosságra kerülnek. Hogy képzelte az MDF, hogy ezt nyilvánosságra hozza? Hogy képzelte az, aki ezt kirakta, hogy ez majd nem ég vissza rájuk? Hát a saját alkalmatlanságukat, a saját
halálos bénázásukat nem kéne közszemlére tenni. Hát ebből nyilvánvalóan lehetne vágni egy elviselhető színvonalú anyagot, de ez nem történt meg, mert nem volt egy technikusuk, aki ezt elvégezte volna, mielőtt kirakják. Nem, hát inkább az történt, hogy valaki másnak volt egy technikusa, aki utána összevágta belőle ezt a nem, YouTube videót. De nem, ez nem összevágva, ez így hagyva van. Ja, nyilván, tehát hogy nyilván mondjuk ezt a szerencsétlen nénit, aki hát nem hiszem, hogy egy olyan mondat megfogalmazásával, hogy azért szeretnék elindulni, hogy... Ez a legkevesebb. Hát egyébként igen, tehát, hogy vele bármire mennek. Tehát milyen lehet az az állapot, amikor azt látod, hogy a jelöltjeid közül legalább 25 az ebben az állapotban van. Nem lesznek túl meggyőzőek. Nem vagyok ám biztos, hogy ezt ők kifejezetten nyilvánosságra hozták a teljes terjedelmében. A vágás az olyan, mint a smink. Ha valakinek van egy heg az arcán, akkor a smink az azért tud rajta finomítani, hogy ne a heg legyen a téma. Tehát aki beszél, lehetőleg legyen szó arról, amit mond, és ne az arcán lévő heg legyen a tárgya a diskurzusnak azután. Hát itt is ez lett volna a feladat, hogy úgy vágják meg ezt a dolgot, hogy lehetőleg tudjunk arra figyelni, amit mondanak, és ne arról kelljen beszélnünk, amilyen nyomorultul előadják de magukat. De akkor nem lesznek hitelesek, Robi, hogyha szorosra vágják. Na, a hitelesség az sikerült, semmi más, de az igen. De ezzel ezt is elérték, hogy így a vágatlan formájában nyersanyaga lehessen ez a felvétel készlet ennek a videónak, amiben viszont már csak a bénákat hallhatod. Üdvözlöm, Rabbi Mihály vagyok, 52 éves, nős, családos. Jelenleg, mint az MDF Csongrád megyei választmányának vagyok elnöke. Munkám során mindig törekedtem a társadalom, a környezetem felemelkedéséért, és ezen keresztül az országunk felemelkedéséért. És ezután is ezt a célt tűzem magam elé. Ennek érdekében kérem, hogy támogassák az MDF és Makros Lajos jobboldali konzervatív politikáját. Egyszerre érez az ember szánalmat, ugyanakkor egyszerre érez egy gyöngéd elfogódott szeretetet, amikor ezt hallgatja, amilyet a Mici Mackó iránt érzel, amikor beleszorul a feje a mézes csuporba. Ez egy olyan pillanat, hogy az ember, tudod, látja, hogy fogyatékos a Mici Mackó, de nem tudja nem szeretni ezért. Ja, hogy fogyatékosnak gondolod? Mert akkor hát az a Mici Mackó nem, nem a legélesebb kés a fiókban, hogy úgy fogalmazzak. És akkor könyörületet nem érzünk, hogy ne csináljuk, ne hallgassuk ezt meg? De, tudod, ne kommentáljuk? Hát, én nem érzek most speciál, nem, de nem, nem, ugye, tudod, az a helyzet, van egy olyan érzésem, hogy érezhetnék. Igen, akár érezhetnénk is. Ha nem lenne ennyire jó a kabaré, mi se csinálnánk, vagy mi se dolgoznánk ezt fel, de egyszerűen kiállt azért, hogy földolgozzuk. Fölmerül a kérdés, hogyha ő az elnöke a Csongrád megyei választmánynak, akkor milyenek voltak a választmányi tagok? Mint az MDF Csongrád megyei választmányának vagyok elnöke. Az a kérdés, hogyha ilyenek a jelöltek, akkor milyenek azok, akiket nem talált alkalmasnak Bokros Lajos, hogy elinduljanak? Azt is szeretem, hogy azt mondja, hogy ő, és mondom, várom, hogy mi az a szó, amit keres. Mi az, amit igyekszik óvatosan megfogalmazni, a legnyerőbb kifejezést, vagy egyszerűen valami idegen számára, vagy nem verték belé eléggé, hogy mi az a hívószó, és tudod, mi jön az ők után? Jobboldali. Tehát ezt kereste egy fél percen keresztül. És ugye itt 2010-ben itt az MDF-nek legalább még voltak jelöltjei. Viszont 2009-ben az SDS, amely csak 2%-ot szerzett az európai parlamenti választáson, Bajer Zsolt ezután írta a 2% lepra című elhíresült magyar hírlap cikkét, hogy az SDS annyira megsemmisült, hogy az utolsó elnöke Retkes Attila lett, és az SDS már nem is indult önállóan a választáson, hanem MDF-SDS közös lista volt talán, MDF képviselőjelöltekkel. Ebben a videó összeállításban többször visszavágnak egy úriembert, egyébként azt, aki majd most következik, aki újra és újra elmondja, hogy
hogy liberális jelöltként, és nyilván ezen külön röhögtek, hogy hát ez egy MDF fal előtt áll, de ez ezért van, mert valahol az SZDSZ-szel közös, nem tudom, jelölt halmazták. Retkes Attila beszélő nevével méltán reprezentálta az SZDSZ-t, és annak állapotát. Sportjaim, vagy a hobbiemről csak annyit, hogy vitorlázom, illetve golfozom, jelen pillanatban, előtte pedig kosaraztam, csak térdsérülés miatt abba kellett hagynom. Térdsérülés! Fontos részlet a térdsérülés. Ez egy fontos dolog. Térdsérülés! Fontos, hogy nem a bokája sérült, hanem a térde. Ezt tudjad, mielőtt szavazol. Azért a térdre szerintem a politika mai napjaiban nagyon sok szükség van. Igen, térdsérüléssel nem olyan könnyű térdelni. Az ja, igaz. Ja, nem csak a futballpályán, igen, mint térdelés, igen, hanem amikor beszeretné jutni valahova, akkor ott a casting couchot nem ismered, igen, föl, hogy ülni is lehetett volna, és végéletlenül betérdelsz. Igen, az, igen, az igen, igen, de bokázni tud legalább. Azért a tánc jobb volt, mint hobbi. Tehát most én már visszasírom a kedves hölgyet az előbbről, mert ennyire nem ráérezni a néplélekre, hogy elmondod, hogy vitorlázol és golfozol. De legalább a felét legalább elhallgat. De legalább őszinte, ezek után elhiszem a térdsérülést is. Nem tudom, hogy mennyit fogunk tudni ezen változtatni én magam, de ha csak megindítani egy változást ezeken a területeken elérek, már akkor is sokat jelent, úgy gondolom. Itt mit mondhatnék még? Mondatrészek nincsenek egyeztetve. Tudod, tárgyragok, többes számok nincsenek egyeztetve. Mondom, megindítani egy változás ezeken a területeken elérek. Postmodern, az nem, most mondjad, hogy postmodern Puzsér, amikor végre lehetne. Postmodern. Az is lehet, hogy egyébként valami legkorszerűbb kampányszakértőt, kampánymenedzsert hoztak ide, aki pont abból indult, hogy azonosulást kell keresni. Az azonosulás az működik, az 100%-osan, csak tudod, a kompetencia illúziójának a lebontása árán. Azért a felvirágoztatni és társai itt is elhangoznak, meg az, hogy nyugdíjasok, meg az, hogy betegek, meg hogy gyerekek és felnőttek. Itt ez, amikor azt hallom, hogy változás ezeken a területeken elérek, olyan, mintha utasítanál ilyen promptban éppen egy mesterséges intelligencia algoritmust, vagy diktál, amikor diktálsz SMS-t, és tudod, olyan hülyén mondod, hogy azt ember nem értené meg, viszont a szerencsétlen telefonod úgy le fogja tudni írni. Na, az a helyzet, hogy a magyar nyelvű chat GPT-vel már beljebb lennénk, mint ezekkel a jelöltekkel. Nekem olyan benyomásom van ezzel a mondattal kapcsolatban, mint amilyenné korcsosultak az URL-ek az online sajtótermékekben, hogy korábban el tudtam olvasni a leadet, ami egy értelmes magyar mondat volt, csak ékezetek nélkül, most pedig már csak kereső szó egymás után. A politikában annyit szeretnék csak elmondani, hogy a tisztesség és a becsület mindenek előtt. Nekem ez a véleményem, és azt szeretném még elmondani, hogy a Bokros Lajost támogassa, és az MDR-nek a programját. Ön, ha segít, én is segítek önnek. Én elhiszem neki, hogy ő nem fog lopni. Csak az a kérdés, hogy megtalálja-e azt a pénzt, amit nem szabad ellopni. Itt csak ez a kérdés, tudod, hogy meg fogja-e tudni különböztetni a közpénzt a fizetésétől, amit elkölthet magára, és amit nem. Ezt viszont már nem egyértelműen nézzük ki belőle. Ha, tehát lehet, hogy ő szándékosan nem fog kárt okozni, de szándékától függetlenül lehet, hogy igen. Itt az a, tehát egy végtelenül cuki csávó gyakorlatilag, igen, a rendőrzenekar a macsra fogok. Igen, igen, de bizonyos értelemben ő már egy szándékán kívüli kár. Ja, az a kérdés, hogy rá lehetne bízni a lopást, mondjuk. Mert én ebben is kételkedem. Nem, rá lehetne bízni a vigyázást. Ez? Ebben is kételkedem. Az, hogy a lopást nem lehet rábízni, az mellette szól. Az, hogy semmi mást, az ellene. Számítok önökre, és remélem, önök is számíthatnak rám. Köszönöm. Legalábbis reméli. Ez még nem egyértelmű. Amikor talán itt már két ilyen jelölt hangbejátszóban is felmerült az, hogy számítok önökre,
és ha megszavaznak, akkor önök is számíthatnak rám. Bár nem így fogalmaznak, de nyilván, ha nem szavazzuk meg, akkor nem számíthatunk rá. Tehát ezt úgy értem, hogy én egy rövid ideig félreértettem, hogy könyörgöm, akkor... számíthassunk rád mielőbb, és majd akkor te is számíthatsz rád, de hát nem, ahhoz nekünk hatalomhoz kell juttatni, hogy érdemlegesen segíteni tudjon rajtunk. Idáig értettem. De amikor ez a csávó bizonytalan abban, hogy egyébként, ha megválasztjuk, hát azért majd azt még utána eldönti, hogy számíthatunk. Mi számíthatunk? Reméli. Nem rajta múlik, hanem az előző úri emberen, akire még a lopás sem lehet rábízni. Mi számíthatunk rá. Ezt nem remélni kell, ez biztos, hogy számítunk-e rá. Már az a kérdés, tudod, nem számítunk rá, ez a választási eredményből kiderült, de hogy mi számíthatunk rá, az ne legyen kétséges, főleg ha elindul. Milyen érdekes egyébként, hogy az, hogy számító, az egy ilyen pejoratív kifejezés, hogy valaki kalkulál előre hidegvérrel. Míg amikor így mondod, hogy számítok rád, akkor az meg egy ilyen bizalom, a kezedbe adom a sorsomat, tehát mennyivel egy ilyen barátságos dolog, aztán ugyanabból a érdekes egyébként, nem a számítónak az előrelátó az eufemizmusa, ami a kapzsinak a takarékos. Amikor magadról beszélsz, akkor úgy nevezed, hogy takarékos, és úgy nevezed, hogy előrelátó. Amikor más beszél rólad, akkor úgy nevezi, hogy számító, és úgy, hogy kapzsi. Napjainkban az iparnak és a technikának köszönhetően kényelmesebben élünk, mint valaha. Viszont ezért a kényelmért nem szabad, hogy tönkretegyük a természetünket. A saját természetünket, azt akarta, tudod, a környezetünket és a természetet fogalmai összekapcsolódtak a fejében, és így a mi természetünket nem szabad tönkretennünk, mondjuk azzal, hogy rossz fejmódon viselkedünk, és ehhez hozzászokunk. Mert azzal tönkretesszük a természetünket. Itt egy picit egy ilyen vonzó Greta Thunberget próbál előadni, korát és Grétát is megelőzve ezzel. Úgy hangzik ez az, hogy vigyázzunk a természetünkre, mint amikor azt mondja valaki, hogy rossz a körülménye neki. És így, tehát az, hogy körülmény, az, amikor valakinek az életkörülményeiről beszélsz, én még nem hallottam egyes számban, kivéve a szerencsétlen Mónika Show-ban, ahol viszont sikerült így kihozni. Takács Gábor vagyok, 48 éves, Józsefváros 11-es választókörzetében indulok, konzervatív, liberális jelöltként MDF-SZDSZ támogatással. Józsefváros alpolgármestereként mindig is nagyon fontos volt nekem az ott élő képviselete, az ott élő problémáinak a feltartása. Az utolsó szóig majdnem, én reménykedtem. Igen, végül nem sikerült. Ez a feltartás. Volt egy kolléganőm, akit azt hiszem, hogy tudva levő, hogy nem kedveltem, aki nem különbözött beosztásában 25 másik kolléganőmtől, míg nem egy nap előlépett a vezetőjükké, és ezt nem értettem, hogy ez hogy fordulhat elő, illetve a fél családja ott dolgozott akkor már. Valakivel nagyon jobban volt, vagy kénytelen volt jobban lenni, vagy hát nagyon alkalmas volt, nem tudom, de ő fogalmazta meg úgy az egyik céges kör e-mailt, hogy a kördülékenység elkerülése véget, vagy de ahogy jól sikerüljön valami. Ismert személy vagyok a 14 számú választók körzetben. Az előző választáson is indultam, akkor is jelölt voltam. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a dolgozó, tevékeny emberek, adózó embereknek a akarata érvényesüljön ebben az országban. Tisztességes adót, nem elkerülő álláspontot képviseljenek a munkavállalók, a vállalkozók, a különböző érdekcsoportoknak az emberei. Érdekcsoportoknak az emberei. Sikerült egy szakkifejezést, meg egy nagyon laikus kifejezést házasítani egymással.
De ha képesek vagyunk nézni ezeket a Ninja Warrior, és nem is tudom, ezeket a mászókás sportjátékokat, ahol úristen, mindjárt leesik valaki, tulajdonképpen ez annak a verbális változata, amikor az írógép fej, az egy félbetűvel van csak előrébb. Tehát amikor már látsz egy C betűt, még nem tudhatod, hogy ez nem egy O lesz végül. Annyira bizonytalan, és a Gátvéderre emlékeztet sajnos ez, aki minden mondatát úgy fejezi be, amit nagyon-nagyon-nagyon nehezen végre megfogalmaz, és a saját véleménye is teljesen legitim, azt a mondatot úgy fejezi be, hogy tehát... És amikor fölviszi, úgy fejezel be, igen, mondatot, hogy tehát, akkor még a rohadt nehezen összehozott eddigiekhez képest egy következtetést is meg kell fogalmaznod, ami az előbbiekből következik. Nem, hát hazaviszi a vasalót, majd mielőtt már egészen az asztalhoz ér, majd a lábára ejti. Igen, ez az előző. De hazáig sikerült elvinni a vasalót, majd ráejted a lábadra. És... Úgy tűnik egyébként itt az úriembernél, hogy ő nem azt fogalmazza meg, hogy ők mit vállalnak, hanem hogy mit várnak el az emberektől. Ez persze az, aki rendesen adót fizet, az azt mondja, az asztalra csap, hogy na végre. Ezek a munkavállalók, ugye, akik kénytelenek, persze ők is mondjuk kaphatják zsebbe a bérük egy részét, úgyhogy azután nem adóznak, tehát már nem is reménykednek. Ugye minél szürkébb az ember, annál inkább nem hangzik jól a tisztesség és becsülete, hogy a hárommal ezelőtti úr megfogalmazta. A vállalkozók viszont, akik... amely vállalkozás, az a vállalkozásoknak a tulajdonosi köre, az valóban egy társadalmi réteg, de ő a vállalkozásokat nevezi meg társadalmi rétegnek. Ők messze nem fognak erre fogsolni, az az érzésem. Megint azt láthatjuk, hogy itt az MDF, MDF, SDS közös lista, ugye Bokros Lajos vezetésével, azért alapvetően egy neokonzervatív vagy neoliberális gazdasági programban indult, amelynek az lett volna a lényege, ez volt Bokros Lajos ajánlata a középosztálynak, hogy nem kell majd sok adót fizetni. Tehát, hogy visszavágják az adókat. Most ehhez képest megint a jelölt nincsen tisztában a saját pártjának. Ez így egy jó megfogalmazás, mert azt mondom, hogy meg fogja érni kifehéríteni a szürke vállalkozásodat, mert egy méltányos adózási formát adunk a mikrovállalkozásoknak is. Nem, hogy kis meg közép vállalkozások, mikrovállalkozások. Hárman ültök, és kétkezi munkát végeztek, és ne adj Isten, számlát adtok róla, mert nem magánszemélyek az ügyfeleitek. Akkor nektek is meg fogja érni, nem nyomunk agyontiteket a járulékokkal, de nem ez hangzik el, hanem hogy azt várjuk, hogy mindenki változatlan körülmények ellenére fehéredjen ki most már az ékszerelmére. Ennek az összeállításnak a keretében nem ugyanaz történt meg valójában a Bokros Lajossal, mint ami megtörtént a Vona Gáborral, Márki-Zay Péterrel, Hatházi Ákossal, Juhász Péterrel, akárkivel is, aki Orbán Viktort, az akkor még ellenzéki Orbán Viktort, a jobboldal lelki vezetőjének pozíciójáért kihívja, az gyakorlatilag futóbolondá. De hát akkor ez egy átok. Süpped. Így vagy úgy, de itt nem valami nagyon hasonló történt. Itt ebben az esetben nem Orbán Viktor rendezte a leszámolást, de akárhogy is lesújtott rájuk az Isten csapása. Így vagy úgy. Hát azért Bokros Lajos 4 évvel később még összellenzéki főpolgármester jelölt volt, miután Falus Ferenc kicsinálta magát azzal az elhíresült ugye vizesvödrös videójával. Igen, de tudod, honnan jött Bokros Lajos? Bokros Lajos pénzügyminiszter volt, Bokros Lajos magyar gazdaságnak a vezérlője volt, és ebből meddig züllött le? És hát azért a Bokros Lajossal szembeni hogy úgy mondjam, lejárató kampány, az már egészen korán kifejezetten Tompikának, a Dajs Tamásnak a celebrálásában már az 1990-es évek derekán zajlott. Nagyon különös, hogy akkor ezt Orbán Viktor, tényleg különös, Dajs Tamásra bízta. Alig, hanem ez volt az első és az egyben az utolsó alkalom, hogy Dajs Tamásra bíztak valamit, valami fontosat, pedig Dajs Tamás elég hatékonyan végrehajtotta ezt. Azt hiszem, hogy Orbán Viktor 98-as választási győzelme nagyrészt a Bokros csomaggal szembeni érzelmi ellenállás megképzésének, a Bokros csomag
démonizálásának volt az eredménye. Még sikeresen mozgósították az egyetemistákat a Tandé ügyében, és egyébként Horth Gyula ugye le is váltotta Bokros Lajost. Tehát aztán Medgyessy Péter lett a pénzügyminiszter, tehát miután Bokros keresztül vitte a stabilizációs programot, utána meg is szabadultak tőle, mint Balasztól. Pedig hát Bokros Lajos teremtette meg 1996-tól 2002-ig tartó, tulajdonképpen a jóléti rendszerváltás és szlogennyével előadott pénzhelikopterezés, vagy helikopterről való pénzszórás 2002-es Medgyessy Péteri politikájáig, ez 6 év. Annak a 6 évnek a gazdasági konjunktúráját, akárhogy is, a Bokros csomagnak az intézkedései alapozták meg. Egyebek közt annak a 4 évnek a konjunktúráját, amelyből Orbán Viktor a sikeres polgári kormányzás mítoszát felépítette maga számára. Én amennyiben a megválasztásomat, annyiban köszönöm, hogy zavartam, és nem valaki nem akarta szavazzanak rájuk.